lásson, úgyhogy akkor jött ez a Covid, amikor jönni, és el tudtam intézni a hétvégén. Igen. Mi volt, ami különösen tetszett nekem? Tudtunk ütni ezzel a... Ki tudtunk próbálni, igen. Más az intenzitás. Köszönöm. Én is nagyon vártam. És nekem is jó volt itt kipróbálni, hogy szemben volt a partner. Ez sokat segít. Ezek a páros gyakorlatok? Az is jó volt, mert az ütőpáros nagyon jó volt. Egészen más. Egyiketosabb a dolog. Köszönöm. Így más így érzem. Én is nagyon vártam. Jó, mondhattok negatívat is, ha mondjam. Ki vagyunk? Az pozitív. De elfogultság nélkül. Mi az, ami legjobban tetszett? Nekem is inkább a páros gyakorlatok, mert ugye órán ilyeneket nem csinálunk, a párnám, tehát hogy ő inkább az ütésekben és a saját ütésén erejét szívesített. Ötlötök? Nem pozsolt a szét a... Nem, piros volt, de elmondták meg. Nehogy baj legyen otthon, aztán. Nem jön valakinek a félre, és akkor is van, hogy rögsopott nekem. Nem, ez egy nagyon jól éreztem. Csinálni majd közösen is. Nagyon jól volt. Szerintem fogok tudni használni az összesen tanult a Monaco. És hát ugye így jött el vissza, hogy az a kutatott célunk egy órázat végig tudja csinálni. Ahhoz képest? Igen. Hát ahhoz képest? Ahhoz képest. De akkor hasznos volt mindenképpen. Igen, megszakadt a bicepszem, a lábam. Sandra! Köszönjük. Jobb kezem! Köszönjük hamaszkodni. Neked mit eszült a legjobban? Nem tudom, nem tudtam figyelni. A munkáról a koncentrálókban a legtöbb gyakorlatban. Meg úgy komplexen jobban össze állt. Elkezdhetni most már órát tartani, nem? Igen, nagyon. Biztassuk, hogy Sandra, Sand. Szervezünk egyet, vagy ha csinálunk tábort, akkor kell tartanod egyet. De jó. Tényleg is tábor. Megtörik a jég. Beszéltünk a szünetbe. Jó, nem tudom, hogy mi várható, hogy elég csúnya válságot jósolnak a közeljövőbe. És nem tudom, hogy mi lesz. Pozitív fókusz. De pozitív fókusz, jó, és reméljük, hogy nem lesz olyan nagy, mi az, ami érinti a minőszintet, és akkor... És akkor szeretnénk az mindenképpen egyet. Kárul. Köszönöm, megtisztelő volt nagyon. Nagyon szépen. Kész, hogy éreztem magad? Fú, én ez nekem egy tökéletes. Még azt mondom, hogy még egy ilyen, ugyanilyen hétvégés workshop, és hogyha egy ilyen két hétvégés workshop lett volna, akkor meg aztán azt mondom, hogy tényleg az ember föl tud készülni rá. Így még azt mondom, hogy én még nem állok nyilván készen, és nem fogok készen állni, de most már legalább, ha megyek órára, akkor már tudom, hogy mit miért is volt. Majd jelöl vissza készen, és jó, akkor ott a... Van egy csoport, páran benne vagytok, az aerobik edzések Borsos Petőn, nagyon találom. És abban össze van csoportosítva az összes videóm, és amit a pandémia alatt csináltunk, és külön kategorizálva meg, hogy hány perc ott van mellette. Ott, aki szeretne ilyen órát, vagy tart ilyen órát, vegyetek ötleteket nyugodtan. Nyilván mindenki a saját stílusát beleviszi. A metodika, az a bemelegítés, meg a levezetésnél azt láttátok, hogy én újra rakom össze a kombinációkat, ez ami nekem így a 18 évem alatt így fejlődött, meg bevált, és ezt elég, úgy érzem, hogy elég jól elfogadta az a közönség, aki szereti ezeket az óratípusokat. Szerintem ez a metodika, ez így talán követhető, és akkor nekem is megtisztelő, hogyha valaki viszi tovább. Tünde, neked is gratulálok, neked mi tetszett a legjobban? Én nekem az egész nagyon tetszett, rengeteget tanultam. Én teljesen máshogy építettem föl eddig az órát, úgyhogy megpróbálom ezt a játékot. Mm.
ilyen köredzési jelleggel csináltam. Mm. Gyakorlatilag csináltunk ezt, csináltunk azt, és akkor csináltunk négy kört. Jó, szeretik amúgy? Nagyon. Jó, szeretik. Ezek a legkedveltebb volt. Technikáról figyelni. Igen, nekem ez volt a fontos. A rúgásos részeim. Nekem ez volt a fontos, hogy technikákat elsajátítsam. Most szeretnék egy csoportot létrehozni. Nálamban az a annyit még megtesztem, csak hogy ne felejtsem rá, mert akkor csinálok ennek a csoportnak egy csoport. És a videókat, amiket csináltam, az mindenféleképpen. Akkor jó, hogy Judit, köszönöm, hogy megtiszteltél, Judit a régi harcos. És neked mi tetszett a legjobban? Kár, hogy nem voltál tegnap. Mikor elgurul a gyógyszeret, nekem ő azt. Anita? Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljöttél, hogy nem ismertelek. Szuper volt. Én nem vagyok egyébként. Úgyhogy megállom itt. Más jellegű erőálló képességet igényel. De egyébként nagyon jó volt felépítve az egész. Nekem megtartott, hogy nagyon sokan vettek mailag. Nagyon-nagyon sokat tanultam, úgyhogy örülök, hogy egyébként. Köszönöm. Örülök. Ez jó esik vagyok. Judit! Majd az tisztulni fog, az úgy jó lesz. Jó, azt direkt ugye ezért csináltam, nem azért, mert hogy bénák vagytok, vagy ilyesmi, csak mindig lehet jobban csinálni a technikákat. Tehát bármilyen sportot csinál az ember, ezeket mindig a technikákat, az adó sportokat mindig tudott csiszolni. Egyébként tök jó frissíteni, mert az én is voltam már workshopon, de hát ez mikor volt, az egy kikopik az emberből. Igen, ezért szokták csinálni a nagykuratamesterek és a szemináriumokat, meg ilyenek, és ezerszer megcsinálod az egyenes rugást, és amikor már az ezrediket csinálod, már bokamagasságban örülsz, hogyha tudsz rúgni. De ugye ők is egy szemléletet adnak, nem az ezer rugása, hanem ami közben van. Úgyhogy ez az ilyen móni. Neked mi tetszett a legjobban? Hát remélem, hogy majd a szemléli órán meglátjuk, hogy tudatosabb leszek, vagy tudatosabb. Jó. Jó, azt látom, hogy figyeltél, azt a fáradás az... Már még én már nem. Jó, hát ez tök normális, hogy fáradtál. 20. órán a héten. Köszönjük. Te kedvített így a legjobb. Kezdett fogunk, hogy nekem most a végén nagyon elkapott a flow. Mutta a pörgős résznél, és a legjobban, hogy az ütőpárnás is tetszett nekem is. És rájöttem, hogy kéne valami kontaktsportot csinálni, mert nagyon tetszett. Jó, az jó. Majd adok tippet, hogy kihez iratkozz be. Ezen nincs név. Ezen sincs, de van. Én voltam az ott. Nem, még az Eszter. Ja. Igazad van, mert ez most még. Köszönöm szépen a lehetőséget is, mert eddig csak a steppes oldaladat ismertem én. Igen? Igen. Akkor a közös sportos vonalat aztán? Nem, nekem ez még kimaradt. És neked ez hogy tetszett? Jó, szuper. Nekem a koreósabb részek tetszettek jobban. De... Hát ezt így össze lehet rakni ilyen kombinációkban. Mindig azt szoktam mondani, főleg az új vendégeknek, hogy nyilván az elején nem így építesz, meg nem rakod ennyire össze, mint ahogy most ez az óra össze volt rakva, hanem egyszerűen a kombinációkat megcsinálod lassan, megcsinálod gyorsan. Ott azért még az elején, amikor felvezetjük, akkor nyilván ez nem ilyen erősségű. És akkor ugye elég gyorsan fel tudják venni a vendég, hogy szóval megszeretnék a nyárat folyamatosan. És igen, az, hogy a folyamatosság, ez benne van, ez szerintem ez abszolút így hozzá. Én szeretem, ha nem így tartok, hanem lehetek is egy kicsit én. Na, én ezért szeretném majd két év múlva letenni az Andrát, hogy én is mehessek. Jó, máshoz mennék. Én is mehessek. Jó, egy közös fotót vállalunk még majd a... Péter, neked hogy tetszettünk mi? Te is kapsz egy oklevelet tőlünk. Egyrészt a nyitottságotok, hogy itt vagytok, ez tök jó.
Szerintem egyébként, és most nem azért, hogy csináltam egy workshopot, de nagyon sok más emberre is ráférne, aki nem tudott esetleg eljönni, vagy nincs itt, és mondjuk jár ilyen órákra. Mondjuk szerintem ez a létszám az így pont jó volt. Én tehát maximum az egyébként a 20 fő lett volna, de az már lehet, hogy sokat volna. Tetszett, hogy figyeltek. Jó érzés, hogy az emberre figyelnek. És ilyenkor van lehetőségem nekem is. Nem amúgy is, mert nyilván ugye mindig valamilyen szinten központon vagyok, de az, hogy a technikákra, tehát amiket veséztünk. És nyilván ezek olyan technikák, amit sokszor el kell mondani, meg sokszor ki kell fejteni. Tehát amikor elmész mondjuk egy táncolára, ugye? akkor ugye ott megmutatjátok zene nélkül. Meg amikor tanítjátok az izolációkat, akkor ugye ott van benne a fokozat. Amikor elmész egy küzdő sportedzésre, ott is van, hogy órákat, heteket gyakorlod, ugyanazokat a mozdulatokat, és nem mész még bele valamilyen kombinációba, még azok nincsenek tökéletesítve. Itt ugye nyilván az óra hangulata miatt ez a lehetőség nincs meg, mert a többség, hogyha nem variál, vagy nem viszed bele változatosságot, akkor elmondja, és nem jön többet. Tehát ilyen szempontból az edző dolga nehéz. Még hogyha ugyanazok a kombinációk is vannak, azért lehet mindig variálni, és szerintem akik járnak hozzám, majd ezt megerősítik, hogy azért mindig rakok bele valami csavart, vagy próbálok kitalálni valami újat, és az mindig ott van. Tehát az... Igen, mert van a megszokott menet, ugye van a megszokott kombináció, nekem is vannak kedvenc kombinációk, amiket berakok a megfelelő helyre, és akkor amikor már ő vinné tovább, és számít egy valamilyen kombinációra, akkor jön egy meglepetés, és csinálok egy másikát. És akkor ugye azt is meg kell szokni. Jó, úgyhogy én köszönöm, nagyon nagy megtiszteltetés volt nekem is, hogy itt voltatok, meg jó érzés, hogy volt miért csinálni egy ilyen workshopot, és hát hogyha lesz rá igény, akkor folytatjuk, meg a tábort ezt én is szeretném. Jó, úgyhogy szem előtt tartjuk egyébként a Czabik Balázsról, mert ezt jól tudjuk, hogy csinálunk, hogy belfőd a tábor, de akkor majd egyszerűkkel is konzultálunk, és akkor az nem baj, ha több edző van. Gyerekek? Például Szanda, igen, meg te. Tehát gyerekeknek is tartasz? Hogy? Gyerekeknek is tartasz egyébként? Nem. És nem is szeretnél? Nem lenne vele bajom egyébként. Nem kicsi gyerekek. Hát ilyen 12-13 fölötti korosztálynak. Tartottam egyébként gyerekeknek karateedzést egy régen, amikor az edzőm rábízta őket egy hónapig, mert ő elment valahol. És akkor ilyen pont ennek a korosztálynak. Szóval a festők vagy sikerélményem volt, befigyeltek és be tudtam kötni a figyelmüket. Nyilván gyerekekkel azért más nehezen, meg ott azért kell belevenni sok játékosságot. De beszéltük róla. Jó, oké. Érdekes lehet. Gyorsan, hogy